Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét. Ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és hogy azt megszokhatták, így havonta egyszer vendégünk a polgármester. Azért nem mondom, hogy a stúdiónk vendége, mert ezúttal a beszélgetésünk online élő kapcsolással készül el. Köszöntöm stúdiónkon kívül Cserpalkovics András polgármestert. Én is szeretettel köszöntök, Viki, és természetesen külön köszöntöm a televízió kedves nézőit. És azt hiszem, hogy az is fontos információ, és szeretném mindenképpen elmondani a nézőnknek, főleg úgy, hogy 15 órakor lesz majd a kormányinfó, hogy ez a beszélgetés felvételről készült el a kora délután és a 15 órási kormányinfót megelőzően, tehát így lehet, hogy lesznek olyan témák, amikre majd nem tudunk reagálni a műsorban. Ezt nyilván később majd megtesszük, de ez egy fontos információ volt, azt hiszem. És hogyha már pandémia helyzetnél tartunk, akkor hogy látja így a negyedik hullám idején, milyen intézkedések várhatóak, illetve itt a helyi adatokkal kapcsolatban mi az, amit el tud mondani, polgármester úr? Természetesen azt gondolom, hogy mindenhol itt Székesfehérváron is lehet érezni, hogy ennek a bizonyos negyedik hullámnak egy ilyen felívelő szakaszában vagyunk. Én azért bízom benne, hogy talán a tetőzéshez most már közel, és nem fog tovább romlani a helyzet, de a betegszámon mindenképpen lehet érzékelni a városban és a város környékén is azt, hogy növekszik azok száma, akik elkapják a vírust. Nekik természetesen ezúton is jobbulást és mihamarabbi felgyógyulást kívánok. Most én is azért nem vagyok a stúdióban, mert én is találkoztam olyannal, aki azóta igazoltam fertőzött lett, és én ezt szeretnék senkit kockázatot jelenteni, bár magam is a harmadik oltáson is túl vagyok. Én bízom benne, hogy sokakat rá tudunk még venni azok közül, akik nem oltatták be magukat. Ugye jön egy új oltási akcióhét, akár aki az első oltásra jelentkezik, akár a harmadikra, én kérem és biztatom is, hogy ezt tegye meg a saját maga családja, közösség és a város védelme érdekében egyaránt. Intézkedések tekintetében várjuk, hogy a mai kormányinfón kerül-e bármi olyan intézkedés állam részéről bejelentése, ami döntéseket jelent, vagy döntési helyzetbe hozza az önkormányzatot. Azt mindenképpen mi szeretnénk döntés formájában nyilvánosságra hozni, megnézve még egyszer, hogy ezt hogyan befolyásolja esetleg a mai kormányinfó, ha egyáltalán lesz ez téma tekintetében megemlítve, hogy részben a színházban, részben pedig a Barátság moziba egyeztetve az intézményvezetőkkel, üzemeltetőkkel, a nézőtéren el fogjuk rendelni a hétfői naptól, amikor is egy koncerttel ez elkezdődik már a színházban, a kötelező maszkviselést. Ugye itt azért szeretnénk ezt, hiszen nincsen korlátozva jelenleg a belépő nézőknek a száma. A védőtávolság tekintetében viszont nyilván egymás mellett vannak a székek, úgyhogy én úgy láttam, úgy tapasztaltam már az elmúlt időszakban, hogy sokan hordanak maszkot, úgyhogy ezt most elő is fogjuk írni. Mindegyik ilyen helyre, ahol kötelező maszkviselést írunk elő, például színház, például barátságháza, ugyanúgy, mint például az orvosi rendelőkbe vinni fogunk maszkokat, tehát ha valaki esetleg nem visz magával egy előadásra, ott meg fogja kapni a belépéskor, és kérjük, hogy a színház területén, vagy a barátságmozi területén ezt használja különösen, és ott kötelező is lesz nézőként a nézőtéren beülve. Tehát akkor ezek ilyen újvárosi intézkedések lesznek? Igen, ezek újvárosi intézkedések, ezeket délután a kormányinfó után fogom hivatalosan aláírni és úgymond meghozni, de megvárjuk még egyszer mi is az állami bejelentéseket, hogy bármilyen módon ehhez képest születnek olyan állami döntések, amelyek nyilván a jogerejénél fogva kötik az önkormányzatot is, és akkor azoknak a végrehajtásáról is gondoskodni fogunk, de mi saját hatáskörben ezt az intézkedést meghoztuk. Ha már ugye járvány adatok, azért azt nem tudom, hogy nézte az elmúlt időszakban, hogy az oltás tekintetében Fejér megye azért jó helyen szerepel.
Igen, és ez mindenképpen örvendetes, és biztos vagyok benne, hogy ha azon belül megnéznénk a részletszámokat, akkor Székesfehérvár pedig még jobban teljesít, és valószínűleg az országos élmezőnyben van az átoltottság tekintetében városunk. Én ezt szeretném megköszönni a közösségünk tagjainak, mindenkinek, aki felvette az elmúlt hónapokba az első, második, vagy esetleg már a harmadik oltást, és kérek, biztatok mindenkit, hogy aki még ezt nem tette meg, az még egyszer saját és közössége védelme érdekében is tegye meg. Ez a megoldás, és az is látszik, én talán több ilyen adatot látnék is örömmel a nyilvánosság előtt, hogy de amiket ismerünk, akár környező országokat is idevéve, hogy az oltás működik, tehát aki beoltatja magát, az lehet, hogy adott esetben elkapja a fertőzést, bár azt is sokkal kisebb arányban, de jóval kevesebben kerülnek közülük kórházba, vagy lesz az állapotuk, vagy súlyossá. És a környező országokat, hogyha már említette, akkor azt is lehet látni, hogy ott már azért vannak olyan intézkedések, amik mondjuk például védettségi igazolványhoz kötöttek, elég, hogyha Ausztriára gondolunk. Igen, ez abszolút érzékelhető, hogy ez lesz az az irány, amit az egyes országok, ha korlátozni kényszerülnek az adott járványidőszak számai következtében, akkor meg fognak lépni. Én nem zárnám ki, hogy előbb-utóbb ilyen intézkedések, döntések Magyarországon is meg fognak jelenni. Ugye van olyan terület, ahol ez már él, ez pedig az élsport területe, hiszen mondjuk labdarúgó mérkőzésre, vagy éppen jégkorongmeccsre, kosár kézi mérkőzésre itt Fehérváron is már hosszú-hosszú hetek óta csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. Én magam mindegyik helyen azt tapasztalom, hogy működnek ezek a beléptető rendszerek, tényleg ellenőrzik ezeket az igazolványokat, és szerencsére a nézőszámok nőnek, amiből én azt is talán lemerem vonni következtetésként, hogy vannak olyanok, akik egy-egy ilyen döntést követően döntenek úgy arról, saját személyes életük vonatkozásában, hogy mégiscsak az oltást választják. Mire számít, mi történik majd az adventi időszakban? Mik lesznek a programok? Mi arra számítunk, hogy egy nagyon szép adventi időszak vár mindenkire itt Székesfehérváron. Látszik is, hiszen a város főterén tegnap meghozták a Városgondnokság dolgozói, szakemberei, és felállították a város idei karácsonyfáját. Köszönöm szépen a felajánlást tevő családnak, szerintem egy nagyon-nagyon szép fenyőfa érkezett az országalmához. És ezzel is már szerettük volna jelezni, hogy közeledik az advent, körülötte a faházak elhelyezése is részben már megtörtént, hamarosan hozzák a kis vonatot a fa körül, úgyhogy mi egy adventi vásárra készülünk, különböző programokra készülünk. Lehet, hogy lesz egy-egy olyan rendezvény eleme a megszokott adventi programoknak, amit nem tudunk megtartani, ilyen például az adventi jótékonysági futás, valószínűleg annak a lemondásáról döntünk, de számítunk és szervezzük a gyertyagyújtásokat vasárnapok esténként, és remélem, hogy nem online formában, hanem a város főterén fogjuk tudni ezt megtenni. Valószínűleg mondjuk a kisangyalok kara elmaradt, hiszen nem szeretnénk több száz fiatalt gyermeket különböző iskolákból szorosan egymás mellé állítani a városház előtt, de egyéb rendezvény és programelemeket megtartunk, lesznek ünnepi fények, lesz ez ehhez kapcsolódó felkapcsolási kis ünnepség, püspök úrra várni fogunk mindenkit az első adventi vasárnapon, az első gyertya meggyújtására, lesznek koncertek, lesznek szabadtéri rendezvények, lesznek egyéb épületmegvilágítások, úgyhogy én tényleg bízom abban, hogy egy szép adventi időszak előtt állunk. Igen, tudjuk, hogy van ebben még bizonytalanság, hiszen ha most karácsonyig nézzük, akkor azért még egy másfél hónap van előttünk. Nehéz megmondani, hogy mikor mi történik. Ha értelmszerűen lesznek korlátozó szabályok, akkor ezeket alkalmazni fogjuk, de mi most szervezés tekintetében hagyományos adventre készülünk. Föltehető a kérdés, hogy lesz-e nagyon speciális szabály. A mai tudásunk szerint védettségi igazolványt nem fogunk előírni, nehéz is lenne a belvárosban, ugye Székesfehérváron nem egy térre összpontosul az adventi vásár, hanem a belváros szinte egész hosszában ezt látogathatóvá kell tennünk.
és így nehéz lenne megoldani a védettségigazolványhoz kötést. A maszk használat tekintetében kérjük majd arra azokat a fehérváriakat, vagy hozzánk látogató vendégeket, akik úgy érzik, hogy nyugodtan használják a maszkot, különös tekintettel a hétvégi programok idején, vagy éppen a gyertyagyújtások tekintetében, amikor biztos, hogy sokan lesznek a belvárosban. Ott szerintem, ha valaki úgy érzi, nyugodtan hordhatja a maszkot, mi ezt is ajánljuk és kérjük majd mindenkitől. De még egyszer hangsúlyozzuk a lényeget, hogy szép adventi időszakra készülünk, adventi vásárra készülünk, és bízom benne, hogy napokon belül hivatalosan is meghívhatom a fehérváriakat az első gyertya meggyújtására. És remélem, hogy bár gyönyörű ez a terem, de remélem, hogy nem itt, hanem a főtéren fogjuk tudni ezt megtenni. De ha nyilván rákényszerülünk, akkor döntéseket fogunk hozni. Természetesen ezúttal is készültünk kérdésekkel, amit a székesfehérváriak intéztek önhöz, úgyhogy tekintsük is meg most együtt ezt az első kis összeállítást. Fekete-hegy Lidl körforgalom. Mondjak róla többet? Igen, légy szíves. Hogy egy kicsit, hogyha elmondanád, hogy miért, mit szeretnétek, vagy hogy mi lenne a megoldás? Hát a polgármester ugye arról tájékoztatott mindenkit nagy örömmel, hogy jövő januártól a buszközlekedés az iskolásoknak majdhogy nem ingyen lesz, tehát egy vonal egy ára, mert hogy ezzel majd a forgalom ugye csökken, hiszen ezek a mama taxik majd megszűnnek, vagy legalábbis kevesebb lesz. Aztán én egy ilyen kis levélváltásba voltam vele, hogy szerintem ez full nem attól függ, mert hogy 8 óra után is ugyanez van annál a körforgalomnál, meg minden nap. Tehát amikor szünet van, akkor azért kisebb a forgalom, mert a szülők is otthon vannak a kiskorú gyerekekkel. Tehát ez nem annak függvény, hogy mivel járnak a gyerekek iskolába. Amire azt mondta, hogy nyilván csoda nincs ebben a tekintetben, tehát sok mindent kell városfejleszteni. A Maroshegyen volt valamilyen közgyűlés, ahol többek között erre is kitértek, hát hogy ebből ott valaha lesz-e valami. Azt nem tudom, de jó lenne valami konkrét tervet látnánk. Nagyon tisztelem a polgármestert, szerintem jól vezeti a várost. És nem, munkahelyem van, a közlekedés rendben van az én véleményem szerint. Úgyhogy köszönöm szépen. Szépen épül itt minden, egyébként bízok benne, hogy megválasszák újra, legalábbis nem én rajtam fog múlani. Ezt fölmerem vállalni, gondolom a tévének megmondják. Én úgy érzem, rendben van Fehérvár, hát nincs itt semmi baj, de legalábbis érezhetően. Hát az, ami majd most lesz, ez a maszkviselés, az meg azért mondjuk meg őszintén nekünk köszönhető, hogy több polgártársunk nem megye. Nem tudom. Ez előre viszont ő nem tehet. Nos, hát ez volt az első csokor a fehérváriaktól. Lidl körforgalom Fekete-hegy. Azt hiszem, hogy ez nem egy új keletű kérdés. Ez egy nagyon régi kérdés. Mondjuk ki, hogy talán annak az útkapcsolatnak a kialakításakor is már alul volt tervezve ez a körforgalmi csomópont. Szerintem már ahhoz a forgalmi helyzethez képest is kicsi volt, hát még ahhoz, ami az elmúlt mondjuk egy másfél évtizedben történt. Nem csak azért, mert maga Fekete-hegy szárazrét is folyamatosan növekszik, bővül, fejlődik, hanem a környező településeken is egyre többen élnek, és hát alapvetően reggel, illetve délután visszafele ezt a csomópontot használják. Fontos elmondanunk, valóban a hölgyel egyébként egy kedves levelezésben vagyunk ebben a kérdéskörben, hogy nincs egy csodaszer, tehát nincs egy dolog, hogyha ezt csináljuk, akkor rögtön minden megoldódik. Sok apró döntést kell meghozni, és sok fontos fejlesztést megvalósítani. Ezt tud ezen a körforgalmi csomóponton, és általában a tágértelmevett belváros, Fekete-hegy szárazrét és Maroshegy városrésze tekintetében is előrelépést jelenteni. Valóban volt a Maroshegyi városrészben egy fórum, lakossági fórum a Gárdonyi Művelődési Házban. Ott bemutattunk egy közlekedési koncepciót, ez elérhető a város honlapján. Ha jól emlékszem, talán a hölgynek ezt el is küldtem, abban benn van egy koncepció, és benne vannak azok a nagy közlekedési fejlesztések, amik bízom benne, hogy a következő években meg fognak valósulni, és többek között ezt a körforgalmi csomópontot is tehermentesíteni fogják. Ugye Osan körforgalom bővítése,
ennek a kivitelezése jövőre indul. Zajlik a tanulmányterv szintű tervezése, illetve a környezetvédelmi hatástanulmány előkészítése a negyedik stráda lejáró, ugye Fehérvár és Szabadbattyán között, zajlik a déli összekötő út építése. Ez mind-mind összefüggésben van azzal, hogy ezeket a csomópontokat, amik nagyon nagy forgalmak, egy kicsit tehermentesíteni tudjuk. De szükségképpen a közösségi közlekedést és az egyéb közlekedési formákat, legyen az kerékpáros közlekedés, legyen az egyébként közösségi kerékpár vagy roller megosztók rendszere, segíteni kell, hogy aki erre rávehető, az esetleg ne vagy nem mindig autót használjon. És nagyon nem mindegy, hogy a reggeli csúcsforgalom az 20 percre korlátozódik, vagy mondjuk egy-másfél órában szét van húzva. Amikor nincsen iskola, mondjuk őszi szünet, szerintem az őszi szünet jelentős részében a szülők dolgoztak, és mégis észrevehetően kisebb volt a forgalom. Ezt célozza az az intézkedésünk, hogy január 1-től 2022-ben, bízom benne, hogy utána az eredményeket látva hosszabbítani tudjuk majd ezt a döntést, havi 280 forintért lehet diákbérletet vásárolni. Mindenki használhatja ezt, aki diákbérlettel való közlekedésre jogosult. Ez szinte ingyenes közösségi közlekedést jelent ennek a sok-sok ezer fiatalnak, és bízunk benne, hogy egyikük, másikuk esetében elérjük azt, hogy egy kicsit az apataxi, anyataxi, Cserpalkovics András apukáról is beszélek, esetleg számát tekintve csökkenjen, ezzel is tehermentesítsük a forgalmat, és hát könnyű belátni, hogy legalább egy utat megúszunk, hiszen mi történik, elvisszük a gyereket az iskolába, onnan elmegyünk a munkahelyre. Ugyanez visszafele délután. Most, hogyha ebből csak az iskolai járat nincs, hanem rögtön a munkahelyre megyünk, már az csökkenti egyébként a városban a forgalmat. De ez sem csodaszer, de szerintem egy fontos lépés. Bízom benne, hogy egy év múlva értékeljük, azt fogjuk látni, hogy érzékelhetően megnőtt az eladott diákbérletek száma. És talán azt nem árt még egyszer hangsúlyozni, mert ez mindig kérdés szokott lenni, hogy ugye, ahogy ön is említette, ez gyakorlatilag minden Székesfehérváron tanuló diákot érint. Így van, sőt adott esetben azokat a nem Fehérváron tanuló, de fehérvári fiatalokat is, akik mondjuk hétvégenként vannak itthon és megveszik a diákbérletet, ők is ezen a 280 forinton vásárolhatják meg. Mindenki tehát, aki diákbérlettel való utazásra jogosult, diák viszonnyal, jogviszonnyal rendelkezik valamilyen oktatási intézménye. Szerintem jó döntést hozott Budapest fővárosa akkor, amikor a ingyenessé tette 14 éves életkorig a közösségi közlekedést. Mi egy kicsit nagyobbat álmodtunk ennél, egyszerűen azért, mert úgy érezzük, hogy inkább a középiskolás és az egyetemista plusz felnőtt képzésben résztvevő diákok azok, akik már önállóan utaznak, és nem feltétlenül kell, hogy mindig beüljenek édesanyja vagy édesapa vagy nagyszülők autójába. Ezért mi egy tágabb életkort határoztunk meg. Mindenki, aki diákkal utazhat a fehérvári buszokon, az 280 forint havi bérletdíjért teheti ezt meg. És szokták kérdezni, hogy miért nem ingyenes. Egyrészt az állami támogatást így kapjuk meg, másrészt így mérhető, hogy tudjuk-e növelni az eladott bérletek számát mondjuk a 2021-es, vagy éppen a 2020-as, 19-es évekhez képest. Hogyha most már egy kicsit említettük az oktatási kérdéskört, akkor ugye nemrégiben voltunk a Ciszter gimiben egy bejáráson, ahol mondott egy érdekes számot, hogy ebben az időszakban 40 milliárd jut az oktatás és iskola fejlesztésekre itt Székesfehérváron. Így van, és nagyon kedves nézői kérdéseket hallottunk előbb, vagy véleményeket, amit ezúton is szeretnék köszönni, és többször elhangzott, hogy fejlődik a város. Bízom benne, hogy ez tényleg érzékelhető. Ez több dolog kell, egyrészt, hogy minden városrészben történjenek fejlesztések, másrészt pedig minden nagy területen történjenek fejlesztések. Tehát az egészségügyben, az oktatásban, a közlekedésben, a kultúrában, a sportban, a közösségi életben, a környezetvédelemben, a zöld terület arányát tudjuk növelni.
Szerencsére én úgy látom, hogy mindegyik területen föl is tudunk mutatni megvalósult vagy folyamatban lévő fejlesztést, beruházást a városon belül, és igen, ezen belül kiemelt terület az oktatás, és hogyha hozzávesszük a mozzáruló, folyamatban lévő, következő években előkészítés alatt lévő és megvalósuló iskolai fejlesztéseket, akkor ez állami, európai uniós forrásból, állami intézménynél, egyházi, magán intézménynél összességében úgy látjuk, hogy körülbelül mindegy 40 milliárd forintos fejlesztést fog jelenteni, Vasvári, Tópartit, Kodolányi középiskolát, több szakgimnáziumot, általános iskolát, ebben nagy felújítás is beletartozik, teljes vizes blokkcserék, energetikai fejlesztések, napelemmel való ellátások, nyílászáró cserék, homlokzat felújítások, tetőfelújítások, tornaterem építések, okos tantermek kialakítása. Szóval azt hiszem, hogy tényleg egy nagyon szép, nyugodtan mondhatjuk, hogy korszakos nagyságú programot fogunk megvalósítani, illetve hát részben ebben már van, benne is vagyunk, hiszen a Kodálynál zajlik a fejlesztés, Arany János iskolánál zajlik, Ciszternél zajlik, Szent Imre most fejeződött be, és hamarosan újabb intézmények felújítását fogjuk bejelenteni. És hogyha már még a Cisztert említette, ott ugye az is egy fontos pont, hogy a kormány átvállalt költségeket, ezáltal több marad az oktatásra is. Igen, ez egy 1,7 milliárd forintos döntés volt. Ez a Ciszter fejlesztésének második ütemére vonatkozik, ami 12 új tanterem kialakítását jelenti, és eredetileg úgy volt, hogy a Modern Városok program keretében a Fejérvári iskola fejlesztési sorról kerül átcsoportosításra, de ezt képest azt a döntést hozta a kormány, hogy közvetlenül biztosította ezt a támogatást, így gyakorlatilag ez az 1,7 milliárd forint Fehérváron, de más iskolákra kerülhet átcsoportosításra. Kormány előtt van már az a részletes lista, amiről a döntés megszületik, akkor természetesen a nyilvánosságot tájékoztatni fogjuk, és benne az összes olyan intézményt meg fogjuk jeleníteni, amik a következő években ezen beruházási program keretében a fejlesztések alá vagy elé néz, és szerintem mindenki számára az egy támogatható programot fog jelenteni. Köszönöm a választ, és akkor nézzük a következő körkérdést, amit a fehérváriak feltettek önnek. Igazából csak negatív dolgokat tudnék mondani a 90-es évek közepéhez képest, amikor elmondom, 14 szórakozó helyet számoltunk meg a taxis kollégákkal, abból maradt már csak 4 volt, a kév az már bezárt, tehát ugye 3. Aztán 96-ban bejelentő 124 ezeren laktak, most már 89 ezeren sem laknak. És még egy dolog, amit nagyon-nagyon szégyellek, hogy ami van most jelen pillanatban, mint megyeszékhely, Székesfehérvár, ezt én maga itt született, 65-ben, szégyellem. Szégyellem az, hogy már egyszerűen ez egy élő, halott város lett a 90-es évek közepén. Szépen egy normális belváros, épül, szépül a város, bicikliutak. Ez, azt gondolom, hogy most nyilván nehézségek vannak az országban itt a járványtól kezdve, hát ezek ténykérdés, infláció, forint, de ezt nem a polgármester csinálja, de talán még a miniszterelnök se, hanem a világ. Biztos, hogy nagyon nehéz a gazdaság maga, mint világ, mint monetáris politika, nem is tudom, hogy mi lenne a jó, de ez a város szerintem egy normális város az országban. Azt gondolom, hogy Fejvár az első 3 régióban benn van. Pest, Győr, után Fejvár itt van. Szabadbatyáni vagyok, de azért figyelem meg kísérlem, mert nyilván itt van a szomszédunkban Székesfehérvár is. Én csak örülök neki, hogy itt ilyen szép fejlődések vannak, és jó leső érzés, látom, már díszítik karácsonyra az utcát, az utcákat. Úgyhogy hát ez a kérdés most hirtelen lejött, én csak annyit tudok mondani, hogy így tovább. Akkor kezdjük a taxisok kérdésével. Azt azért szeretném pontosítani, itt ilyen 80-valahány ezres, illetve egy 120-valahány ezres szám hangzott el, egyik sem teljesen pontos. Egyébként jelenleg az állandó, és ez fontos ez a szó, az állandó lakhelyel Fehérváron élők száma olyan 96-97 ezer, de azért azt könnyű belátni, hogy körülbelül 10-15 ezer ember tartózkodási helyjel él a városban, és nagyon sokan olyanok élnek a városban, akár életvitelszerűen is, akik semmilyen
lakcím nyilvántartásban nem jelennek meg, mert nem Fehérvárról szól a lakcímük, de itt dolgoznak, itt élnek. Egyébként ez például az oltási programnál egyértelműen kiderült. Tehát most is bőven 110 ezer fölött van a városnak a lakónépessége. A környezettel és a napi népességgel együtt pedig azért ez egy olyan 150 ezer forint, tehát ez biztos nem magyarázat arra, hogy a taxisok számára a forgalom visszaesett. Én bármilyen segítséget szívesen megadok a fehérvári taxisoknak, ha kapok-e tekintetben konkrét megkeresést. Ilyet nem kaptam, még talán soha, de az elmúlt években egészen biztos, de ha van ilyen, hogy esetleg az önkormányzat miben tud segíteni, akkor állunk rendelkezésre. Az, hogy ebbe a városban ne lenne élet, hát ha most a járványidőszak korlátozásait nem nézzük, akkor hát szerintem sokkal nagyobb élet van, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt. Viszont szórakozó helyeket az önkormányzat korábban és a jelenben sem üzemeltet. Tehát ezzel kapcsolatban bár értem a felvetést, de ebben a városnak viszonylag kevés szerepe van. Ami ugye a második úr által elmondottak, valóban nagyon sok világpiacról determinált ügyet említett. Én örülök, hogy a város fejlődését érzékeli, és ezzel az irányjal egyetért. Viszont azt is érdemes talán akkor itt elmondanunk, hogy nyilván az önkormányzatra és a közszolgáltatóink működésére is hat, intézményeink működésére is hat a villamosenergia, vagy éppen a gázáremelkedés, üzemanyagáremelkedés, az jelentős költségvetési források átcsoportosítását is szükségessé teszi a következő hónapokban és a következő esztendőben. Itt sok-sok 100 millió forintos plusz kiadásról beszélünk. Örülök annak, hogy a rezsicsökkentés miatt legalábbis a gáznál és a villamosenergiánál, hulladékgazdálkodásnál, az ivóvíznél, szennyvíznél ezt a fehérváriak nem kell, hogy a mindennapokban érzékeljék. Az önkormányzati rendszer, az önkormányzati cégek, a közszolgáltatók, intézmények viszont igen, nyilván meg kell oldanunk. Lesz-e tekintetben egyébként egy külön tájékoztatás, mert ebben a témában is azt szeretem, hogyha fehérváriak minden ténnyel, adattal, információval tisztában vannak, úgyhogy ezt is el fogjuk mondani, mielőtt az összes jövő évre vonatkozó szerződés megkötése megtörténik. De azért, hogyha az elmúlt időszakra gondolunk, a gazdaságvédelmi akcióterv keretében számos itt működő, térségben működő cégnek, vállalatnak is jött segítség, érkezett segítség akár a munkahelyek megtartására, akár fejlesztésekre, ami nyilván azért egy plusz hozadékot is eredményezhet. Igen, mindenképpen így van, és az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a fehérvári gazdaság újra egy növekedési pályán van a tavalyi visszaesést követően, méghozzá egy elég jelentős növekedési pályán. El lehet mondani, hogy megközelítjük, talán még meg is fogjuk haladni a 2021-re vonatkozó iparüzési adóbevétel tekintetében a 2019-es eddigi rekordot. Ez értelemszerűen csak úgy jöhet elő, hiszen nem volt adó növelés, sőt ugye a KKV szektornak adó kedvezmények kerültek megállapításra részben az állam, részben az önkormányzat részéről, hogy egyszerűen a gazdasági teljesítmény ennyit nőtt a tavalyi évhez képest, és még egyszer, még 19-hez képest is egy jobb képet mutathat, de ott is látszanak egyébként a kérdőjelek, alkatrészkérdés, munkaerő, hiányból fakadó kérdés. Az örömteli, hogy a következő időszakban jelentős béremelések lesznek az élet minden területén Székesfehérváron. Ez mindenképpen fontos, és pont az infláció okán is nagyon fontos lenne, hogy ez reál béremelkedést is eredményezzen Fehérváron. Ez még egyszer az önkormányzatok is, így Fehérvár önkormányzata is mindegy 2,5-3 milliárd forinttal járul hozzá idén, illetve fog hozzájárulni 2022-ben is. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt a munkáltatók meg fogják tenni. Egyébként az önkormányzat erre készül, önkormányzati hivatal, intézményeink és cégeink vonatkozásában egyaránt. És ez az egész kérdéskör azért is fontos, hiszen ahogy az egyik kérdező is jelezte, hogy ő nem fehérvári, de figyelemmel kíséri a megyeszékhelynek a fejlődését, nagyon egyszerű az összefüggés,
meggyőződéssel vallom, hogy ha Fehérvár fejlődik, akkor a környező települések is növekednek, erősödnek, fejlődnek, és mi is csak akkor tudunk erősödni, hogyha a környezetünk fejlődik, akármelyik irányba is nézzük. A lakosság számon azt lehet érzékelni Fehérvár körül, hogy egyértelműen is jelentősen emelkedik, tehát Fehérváron és környékén jó élni, az emberek szeretnek élni, lehet munkát találni, és az élet más területein, egészségügy, oktatás, szabadidő eltöltése, meg lehet mindenkinek találni azt, amit ő a mindennapokban szeret csinálni. Még egy műsorunk végén van egy kis időnk arra, hogy a zöld politikáról beszéljünk. Ugye ez általában fontos kérdés szokott lenni, mindig érkeznek ilyen jellegű kérdések is ide a köztérbe. Egy fontos dolog történt, a megyeszékhelyek közül elsőként Fehérváron valósul meg az ingyenes közszolgáltatás, ami a lakossági használt sütőolaj begyűjtésére vonatkozik. És ahogy ez a hír napvilágot látott, azért nagyon-nagyon sok pozitív komment, reakció érkezett a fehérváriak részéről, hogy ez miért is fontos, és milyen jó ez a kezdeményezés. Nagy örömmel olvastam én is azokat a véleményeket, amik szinte kizárólag pozitívak voltak, támogatóak voltak, örültek az emberek, hogy végre akkor tudják, hogy mit kell tenni ezzel az olajjal, hova lehet vinni, milyen módon kell azt elhelyezni. És az első olyan önkormányzati közszolgáltató vállalata országban, még hulladékos közszolgáltatóként ezt a szolgáltatást elindította, ugye 22 helyen plusz a Csalán került kihelyezésre ez a gyűjtőedény, ezt megfelelő módon a depónia kezeli, szállítja, cseréli, tisztítja. Nekünk csak egy dolgunk van, hogy használjuk, és úgy használjuk, ahogy azokon a kis táblákon, ezen tárolóedények mellett, illetve a kis plakátokon a tárolóedényeken kihelyezésre került. Köszönöm szépen a Médiacentrumnak is, hiszen közreműködött egy jó kis videó elkészítésében, ami szerintem szintén nagyon szemléletes, és igen, megint bebizonyosodott, hogy ebben az egész környezetvédelmi, klímavédelmi kérdésben globálisan kell gondolkodni, de nagyon is lokálisan kell cselekedni. Ez szerintem megint egy konkrét helyi cselekvés, megint teszünk valamit a környezetünk érdekében, és itt szeretném felhívni a figyelmét a fehérváriaknak, hogy hamarosan elindul a társadalmi vitája a klímavédelmi stratégiának és a környezetvédelmi programnak. Ezt heteken belül elindítjuk, és a következő hónapokban szeretnénk minél több közösséget, intézményt, céget bevonni, hiszen ez lenne az a dokumentum, amit ha elfogad a közgyűlés valamikor majd 2022 tavaszán, akkor a következő években bizonyos fejlesztéseket, beruházásokat, üzemeltetési döntéseket ennek a dokumentumnak a keretei között szeretnénk majd megvalósítani, óvva védve környezetünket. És akkor gondolom, hogy ez elérhető lesz például a város honlapján is. Elérhető lesz a város honlapján, de számos egyéb felületen fogjuk ezt meghirdetni, és véleményeket, ötleteket, javaslatokat és érdemi kritikákat várunk, hogy együtt tudjuk ezt a programot megalkotni, nem elfelejtve, hogy bizonyos területeken a saját komfortzónánkból is ki kell lépni, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Erre viszont csak akkor lehet kérni az embereket, ha előtte bevontuk őket a döntések előkészítésének folyamatába is. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre tudott állni. Köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, viszont kívánunk. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, akkor a Ciszterci Szent István gimnáziumba invitáljuk majd önöket. Nemrégiben ott jártunk a stábunkkal egy bejáráson, úgyhogy most megnézhetik velünk, hogy zajlik majd ez az építkezés a jövő heti köztérben. Köszönöm, hogy itt voltak.